Egy gyors kérdést megengedni az Indexnek. Frakció szóvivő, jót kérdezni. 30 évvel ezelőtt még elképzelhetetlennek tűnt, ma már azonban ez a szomorú valóság. Románia az egyik legismertebb fejlettségi mutatóban megelőzte hazánkat. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint ugyanis, amíg Magyarországon az egyfőre jutó GDP az uniós átlag 76,6%-a volt, addig ez a szám a keleti szomszédunknál 76,7% lett. Erről kérdeztük az ellenzéki és a kormánypárti képviselőket. Hát ugye Orbán Viktor azt ígérte, hogy 2030-ra utolérjük Ausztriát, ehhez képest azt látjuk, hogy nem mi előzzük a nyugatot, vagy érjük utol, hanem a kelet előz bennünket, rossz az irány. A mi helyünk Nyugat-Európában lenne, életszínvonal szempontjából ezt ígérték, azért követel a néppártyán új választást, mert hazudtak, itt nem a nyugathoz zárkózunk fel, hanem lassan már a keletre is irigykedhetünk. Hát azt gondolom, hogy ezt mindenki láthatta, hogy az az energiaválság, amit az okozott, hogy Brüsszel elhibázott szankciókat vezetett be, és mindenhol megemelkedett az infláció, ez oldalba kapta a magyar gazdaságot is, de ami számunkra a legfontosabb volt, hogy megmaradtak a munkahelyek, és hogy a gazdaság szerkezete stabil, tehát jövő évben, tehát az idei év az a válság elleni védekezésnek az éve, de a jövő év már a gazdasági növekedés újraindulásának az éve, és ráadásul a magyar gazdaság, és ezt nem mi mondjuk, hanem például az Európai Fejlesztési Bank mondja, Magyarország fog a legjobban fejlődni, a bérek is itt fognak nőni a legjobban, ezért ha igaz is ez a statisztika, az azt gondolom, hogy kérész életű lesz, és jövő évben, mivel mi fogunk a leggyorsabban növekedni a térségben, vissza fogjuk előzni Romániát. Őszintén szóval ezt még 10 évvel ezelőtt is teljesen elképzelhetetlennek tartottam, de itt lehet látni azt, hogy a sikerpropaganda nem pótolja a valódi munkát. Bármennyire is szívesen mondta a kormány azt, hogy a magyar gazdaság milyen jól fejlődik, valójában a környező országok kivétel nélkül magasabb gazdasági fejlődést mutattak az elmúlt 10 évben, mint Magyarország, és ez nem véletlenül van így, ez azért van így, mert hibás a kormány gazdaságpolitikája. Hát a kormányon még nem tudom, mert ezt még nem értékeltük, de biztos, hogy ez csak ideiglenes. Szomorú, hogy ugye amikor az osztrákokhoz való felzárkózásról beszél a kormány, és az emberek valóban a nyugati életszínvonalat, gazdasági vágyat vagy életet kergetik, akkor valójában Románia az, aki a kanyarban előz. Bár ugye most még nagyon ez ilyen egy szinten állás jelent, de az veszélyt jelent, hogy Magyarország, hogyha ezen a pályán marad, tehát ez a gazdasági pálya, ez a gondolkodás van, akkor hátrányban leszünk az európai átlaghoz, meg ahhoz képest is, amit magunknak szánnánk, hiszen Magyarország mindig azt nézte, hogy a V4-ek között is a legerősebb lehessen, hogy Lengyelország, Szlovákia, illetve Csehország, mások legyenek a követendő példa, és őket megelőzzük, de most már úgy látszik, hogy lemaradás vagyunk hozzájuk képest is, és hát a románokhoz képest is. Én soha nem szerettem ezeket az ilyen Magyarországon lévő románozásokat, tehát nekünk attól nem lesz jobb, ha a románok rosszabbul élnek. Ezt a pedagógus béreknél csináltuk a legtöbbet, hogy a legtöbb újság úgy tárgyalta azt, hogy Romániában béremelést kaptak a pedagógusok, mintha nekünk jó lenne, ha minden román nemzetiségű temesvári meg regáti pedagógus éhen halna. Tehát ettől Magyarországon nem jobb, attól, mert Románia hogy él, attól nekünk nem jobb, nekünk attól jobb, hogyha mi jobban élünk, tehát azzal kéne foglalkozni, hogy mi hogy élünk. Igen, csak ugye 2004-ben, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, az volt az ambíció, hogy Bécsben nyitunk kávézót, most akkor az lesz, hogy Nagyváradon kell nyitni? Szerintem mindenki nyisson kávézót Nagyváradon, és menjen sokat Nagyváradra, de alapvetően a régióban hasonlóan élnek az emberek. Ez mindig így volt. Ez egy gazdaságtörténeti szükségszerűség. Tehát nem fogunk úgy élni egyhamar, mint az osztrákok, hanem úgy fogunk élni jó esetben, mint a horvátok, meg a csehek, meg akikkel ebben a régióban együtt élünk, és ez a normális. És az lenne a jó, hogyha mindenki ebben a régióban jobban élne.